Yes, Noranch. Narancs? Az új magyar narancs. Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a miénk. Hello fiúk, lányok, szevasztok, vakírók! Hát, kaptunk egy update-et. Visszaélve azon kitüntetett helyzetemmel, hogy egy közösség része vagyok, megkérdeztem a játékosokat a DC-n, ki mit gondol a Rockstar új frissítéséről. Azt kell mondjam, az én véleményem is nagyon hasonló a többiekéhez. Egy kicsit átverve érzem magam. Nagy volt a hype, sokat ígért a Rockstar, alvilág, banditák, vonatrablás, amit hát meg is kaptunk a magyar Rockstar módon. Az egész egy olyan Stranger Mission Expansion Pack, annak viszont egész jó. Ha más nem is, legalább az irányvétel jó. Bevallom, nekem tetszenek a küldetések. Nehéz fokozaton egyedül, vagy akár ketten is, elég jó kis akciók vannak, szóval azt hiszem ez a része rendben lenne a dolognak. De valahogy a koncepció, azt nem sikerült igazán elkapniuk. A méltán nagy sikerű naturalista után kicsit féltem, hogy talán virágkötészet jön majd, vagy esetleg lómaszk készítő manufaktúrában lehetünk majd górék. Ezzel szemben jó hír, hogy végre bekerült az alvilág, mint olyan a játékba. Hát olyan tessék-lássék módon. Szerintem a küldetések nagyon egyszerűek. Elmész a vércsepp ikonokhoz, felveszed a küldit, és hát gyűjtöd a... Hogy ez kinek a fejéből pattant ki? No, se baj, szóval felveszed a küldiket, gyűjtöd a t, amit egyébként NPC-től lootolhatsz majd ki, meg ládákban találhatsz majd, és hát mellékesen kapsz a küldi után majd aranyat, meg néhány fityinget is, olyan 20 dollár per küldi összeget. Aztán, ha megvan legalább 15, akkor legalábbis könnyű fokozaton bevásárolhatod magad a nagy balhéba. Ha van 25, akkor könyörtelen fokozaton is nekiugorhatsz, mert hogy csak és kizárólag ezért kell, hogy elindíthasd a főküldit, amiben ellopod, vagy ellopjátok a nagyon különleges gyémántot, amiért kapsz majd egy kis aranyat, XP-t, meg kb. 200 dodót. Aztán kezdődik előről az egész. Ja igen, ha esetleg nem bírnád ki, amíg összejön a 3 aranyért vehetsz 10-et az orgazdánál. Tök jó. Na de mi van még itt? Vagy inkább mi nincs? Se új fegyver, se új ló. Bár legalább az oly sokak által imádott Cattleman revolverhez jött egy új kinézet. Köszönjük Rockstar, enélkül nem sokat ért eddig a létezés. És hát nem jött új szakma sem, és Outlaw Pass sem. Se halálfejes kalap, se bajusz a lóra. A Rockstar inkább átkeresztelte Quick Draw Pass-re az egészet, így legalább nem kell olyan sokat dolgozniuk vele. Nincs 80 szint, csak 25, igaz, nem is kerül 40 aranyba, csak 25-be, ráadásul azt is visszakapjuk egy az egybe. Ebből a Quick Draw Pass-ből egyébként 4-et kapunk majd egészen október végéig bezárólag, valamint lesz majd egy Halloween Pass is, amit ingyen kapsz meg, ha megveszed mind a 4 Quick Draw Pass-t. Jó hír, hogyha valaki elmulasztotta volna Arthur outfitjét, az ne keseredjen el, mert most akciósan megvehető a romacsajnál 52 aranyért. A játék végre betonstabilan fut. Ja nem. Most már nem csak PC-n vannak kidobálások meg kifagyások, de konzolon is. Néhányan mondtátok, hogy a Harrietnél felvett legendás állat küldiket sem lehet okosban megcsinálni, mert ha megnyúzod az állatot és miután kilépsz a free roamba, a prém eltűnik. Nos, nekem működik a dolog és megkaptam a prémet, de persze nem állítom, hogy nem volt szerencsém. Ha esetleg te is belefutsz abba, hogy nem működik a gyors utazás a Wilderness Campből, csak keresd ki újra a batyuban a skill page-et és olvasd el, utána jó lesz megint. A PvP részlegen kaptunk egy nominated játékmódot, aminek a lényege, hogy a Social Clubon be tudjuk jelölni, hogy melyik játék típusokban szeretnénk részt venni. Így csak azokba a PvP meccsekbe dob be, amit kijelöltünk. Bekerült az Nvidia DLSS támogatás RTX kártyákhoz, hát erről nem tudok bővebbet mondani, nekem még GTX kártyám van. És hát íme a teljes lista, ami így ránézésre valljuk be egészen impozáns. Azonban gondolom sokunknak van olyan érzése, hogy egyet előre, kettőt hátra. Hát ennyi lett volna a nagy update, én személy szerint bízom benne, hogy ez csak az első lépés volt, emlékezzetek csak naturalistára.
és mire kijön az összes quick draw pass, addigra talán helyre pofozgatják, meg egy kicsit jobban átgondolják ezt az egész Blood Money koncepciót. Szerintem nem lenne ez rossz. Nos, köszi a figyelmet, iratkozzatok föl, meg tudjátok a többit. Hamarosan találkozunk, addig is, vaquero siempre, szevasztok!